Iltme bezne olgye manga. Kutkor bezne olgye manna. A Kun Miatyánk elhangzása után a 2012. évi világtalálkozót Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kun Szövetség elnöke nyitotta meg Karcagon szeptember 8-án. A Kun történelem összefogások története. A beköltözés, a szülőföld megőrzése, a hadviselések, a redemció, az, hogy a hagyományainkra büszkék vagyunk és azokat megtartjuk, mind-mind a közösségek összefogásán alapul. A Nagykunság fővárosában Karcagon több évtizedes múltra tekint vissza a kunok emlékének ápolása. A megnyitó alkalmából hagyományőrző programok sorát láthatta az érdeklődő közönség. Igazából itt az összes kuntelepülés a Nagykunságtól kezdve a Kiskunságig megmutatja szokásait, hagyományait, ételeit, mind a harcművészetét, és ilyenkor egymással is találkozunk. Az ezredforduló óta a Nagykun és Kiskun települések kunkapitányt választanak. A tiszteletbeli címmel járó megbízás 3 évre szól. A 11. Nagykun kapitánya a karcagi ifjabb Bene Sándor lett. A feladataink közül nagyon fontosnak tartom azt, hogy továbbra is a Nagykunság hagyományait éltessük, mert nagyon fontos az, hogy hagyományaink éljenek és ne vesszenek ki ebbe a 21. századi modern világunkban. A közel 800 éve Magyarországra szakadt kunok legközelebbi rokonai a kazakok. A két nép közötti kapcsolatot erősítette meg a kazak köztársaság, amikor 1998-ban tiszteletbeli konzulátust nyitott Karcagon. A világtalálkozó alkalmával Ibrajev Rasid Turarovics nagykövet ünnepélyes keretek között adta át Horváth László tiszteletbeli kazak konzul megbízó levelét. A kunok második világtalálkozójának rendezvényei a Nagy Kunság és a Kiskunság településein folytatódnak. A záró ünnepségre szeptember 23-án Kunszentmiklóson kerül sor.